Egy ország védelme szempontjából kiemelt jelentőségű a légtérrendészet és a légvédelem. Magyarországnak, miután a szomszédunkban dúló borzalmas háború közvetlen közelében él, különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a légterét biztosítsa. Ezt számos eszközzel tesszük, hiszen a magyar légtérvédelem és légvédelem az ugyanúgy el volt hanyagulva az előző kormányok által, mint sok minden más haderő területén. Magyarország beszerezte azokat a radarrendszereket, amelyeknek a segítségével látjuk az eget. Ezek bizonyított és elég ismert izraeli vaskupola rendszernek az elemei, és egyben beszereztünk egy norvég-amerikai fejlesztésű rakétarendszert. Emellett pedig a svéd és magyar miniszternöki találkozó margóján aláírtuk azt a sok ideje már előkészítés alatt álló, de fontos újdonságokat tartalmazó megállapodást, amely az eddigi 14 multifunkciós harcászati Gripen repülőgépünk mellé 4 további ilyet szerez be, és ezek pedig a légterünk biztonságának garanciái. Annak érdekében, hogy Magyarország területe mindig biztosítható legyen, két dologra van mindenképpen szükségünk. Egyrészt egy professzionális, hivatásos haderőre, ami Magyarországon önkéntes toborzású, ezzel párhuzamosan kiépítünk egy területvédelmi komponens, amely döntően tartalékosokból áll. Az egész országot lefedik, hagyományos, könnyű lövész fegyverzettel, illetve csapatmozgató eszközökkel vannak felszerelve, helyben toborozzuk, helyben képezzük ki, és ők helyben nyújtanak szolgálatot. Ez a két komponens erősíti egymást, és biztosítja a magyar emberek védelmét.